Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. 8. évad 5. rész előzetes elemzés, és mivel maga az előzetes nem mond el túl sokat, ezért a videó 2 részből fog állni. Az elsőben megnézzük, hogy mit látunk, a másodikban pedig megbeszéljük, hogy mire számíthatunk. A mire számíthatunk alatt arra gondolok, hogy logikusan minek kellene megtörténni, és ez nem egyenlő azzal, hogy meg is fog történni. Az első képen sárkánykőn vagyunk, ott van Dany és Tyrion. Azok ott nem sárkányok, hanem madarak. Dany karaktere átesett azon a bizonyos fordulóponton. Látod, hogy a haja nincs megcsinálva, meg ilyesmi, mindenki azt lát bele, amit akar, de ha engem kérdezel, nekem nagyon déjà vu-m van. Ezt a fajta, nevezzük gyors öregedést, láttuk már a Vikingek című sorozatban. Ott van egy nő, akit úgy hívnak Lagertha. Lagertha ugyanezen ment keresztül. Elvesztett maga körül mindenkit, elvesztette a szerelmét, elvesztette a családját. És ezt úgy akarják nekünk jelezni, hogy hirtelen elkezdett öregedni, és nem volt megcsinálva a haja. Jó, ez a hajkérdés egyáltalán nem fontos, de valamit mégiscsak jelezni akarnak vele. Érted? Tyrion nagyon settenkedik, tehát mint említettem, ő most nagyon rossz helyzetben van. Próbálja elkerülni a családja pusztulását, de ugyanakkor hű szolgálója Dannynek, aki pontosan azt akarja, hogy a családja elpusztuljon. Tehát a végső csata előtt én számítok egy olyan mély beszélgetésre kettejük között. Az aláfestő zene egy óra hangja, tehát kezdenek kifutni az időből, és mindjárt visszatérünk rá. Látjuk Cersei-t, aki roppant elégedett magával, és ott van mögötte Qyburn és Gregor. A 4. rész kibeszélőben feltettem a kérdést, hogy miért nem ölte meg Dannyt, meg Drogont, meg Tyriont, vagy csak úgy bárkit, és voltak, akik azzal érveltek, hogy a nép szemében rossz fényben akarja feltüntetni Dannyt. Tehát megvárja, amíg támad. Na, ez nem igaz. El is mondom, hogy miért. Először is nagyon fontos megérteni Cersei karakterét. Számára 2 dolog lényeges. Saját maga és a gyermekei. Illetve néha-néha Jaime. Cersei soha nem fog a népre hagyatkozni. Egy. You're losing the people. Do you hear me? The people. You think I care? Tehát ő maga mondja, hogy az embereket abszolút letolja. 2. Ezt a háborút Dany kezdte el. Cerseinek semmit nem kell bizonyítani, ugyanis ők azok, akiket megtámadtak. Nem fordítva. 3. A tárgyalás előtt nagyjából 10 perccel történt meg az, hogy parancsot adott Euronnak, hogy ölje meg Rhaegart. 4. Ez az utolsó háború. A háború, ami meghatározza a Lannisterek sorsát. Tehát azok után, hogy nem érdeklik az emberek, azok után, hogy parancsba adta Rhaegar megölését, Cersei soha, de soha nem fogja a háború végkimenetelét az emberek szavára bízni. Viszont ne értsetek félre, tudom, hogy miért gondoljátok ezt. Tyrion azt mondta, hogy látta, amikor királyvár emberei fellázadtak Joffrey ellen. Ismételten annyit tudok mondani, hogy meglepő, hogy pontosan Tyrion az, aki nincs tisztában azzal, hogy miről beszél. Ő maga mondta. You can't insult me. We've had vicious kings, and we've had idiot kings, but I don't know if we've ever been cursed with a vicious idiot fucking king. You can't! I can, I am! They attacked me! They threw a cow pie at you, so you decide to kill them all! They're starving, you fool! All because of a war you started! You're talking to a king! And now I've struck a king! Did my hand fall from my wrist? Joffrey megölte Nedet. Ennek következtében Észak fellázadt. Ennek következtében az emberek éheztek. Tehát éheztek, mert a királyuk miatt kitört a háború. Cersei nem csinált semmit. Őket megtámadták. Tehát miért lázadnának fel a saját királynőjük ellen, amikor ő csak védekezik? Igen, meglepő, hogy pontosan Tyrion az, aki ezt nem érti meg. Magyarul, az, hogy azért nem ölte meg őket, mert az emberek érzelmeire hagyatkozik, az nem igaz. Itt egy dolog történt, Hollywood. Menjünk tovább. Látjuk, amint a csatára készülnek, és ja, ismét van egy váruk, és ismételten nem használják, de a sorozat javára írnám, hogy ebben van valami. Ugyanis az aranykompánia rendelkezik egy igen komoly, nagyjából 2000 fős nehéz lovassággal. Tehát olyan lovassággal, ami darabokra szedi a dothrakiakat. Szóval igen, logikus, hogy a nyílt mezőn akarnak harcolni. A városban a lovassággal nem mész semmire.
Taktikai szempontból itt annyit kell tudni, hogy ha a jó fiúk megtámadják királyvárat, akkor a falon lévő íjászok, illetve a skorpiók darabokra fogják őket szedni. Iszonyatos vérontás lesz belőle, tehát erre is visszatérünk mindjárt. Látjuk Johnt, aki ismételten felvette a Starkok páncélját, és itt ugye fel kell készülni arra is, hogy ő egy hős. Egy főhős. A hősök, amikor csatába mennek, akkor általában egy másik hőssel szoktak harcolni. A másik oldal hőse, ugyebár Harry Strickland, aki habár a könyvek alapján gyáva, mint a nyúl, de itt úgy néz ki, hogy egy elég jó kartforgató. Tehát én szeretnék látni egy John vs. Harry harcot. És ha már a hősökről beszélünk, itt van nekünk Szürke Féreg. Az előző részben megölték Missandei-t, tehát ebben a részben lehet majd számítani valamilyen történetre. A Fekete Víznél vagyunk, ahol Euron flottája éppenséggel Dany fogadására készül. Na most, tekintettel arra, hogy Rhaegalt, hát elég egyszerűen megölték, ezért ha Drogon megjelenik, valószínű, hogy őt is megfogják. Márpedig megjelenik, ugyanis hallottuk az üvöltését. Tehát itt kettő dolog lehet. Az egyik az, hogy valahonnan kerítenek neki páncélt, nem tudom. A másik dolog az egyszerű. Dannynek ugyanúgy kellene manőverezni, mint ahogyan hódító Aegon lerombolta Harrenholt. Tehát felrepülni nagyon magasra a felhők közé, és nyílegyenesen rájuk zuhanni, miközben Drogon tüzet okád. A skorpióknak van egy lövés, szöge. Oké, tehát mit tudom én, 70 fok. 70 fokon belül képesek tüzelni. Tehát, ha 70 fok fölött vagy, akkor nem tudnak eltalálni. Ez csak egy tipp. Látjuk a Lannister skorpiókat, ezek valamivel másabbak, mint amiket Euron használt, és ezek a katonák ismerősek lehetnek. Először is, ő meg ő mind a ketten bábuk. Tehát ez a két katona úgy néz ki, hogy műanyagból van, ami nagyon jó elgondolás. Ugyanis amikor a szövetségesek elkezdték a D-napot, akkor használtak felfújható tankokat, meg különböző járműveket, és ezzel elterelték az ellenség figyelmét, és ezzel együtt rengeteg katonát megmentettek. Amúgy nem, itt nem erről van szó, tehát ezek a katonák nem katonák. Ha visszaemlékszel, ők voltak azok, akik Joffrey gyaloghintóját vitték, szóval ha ők fogják kezelni a skorpiókat, akkor valószínűleg kicsit pontatlanok lesznek. Látjuk az aranykompánia katonáit, amint éppen kivonulnak királyvár kapuján, ott van mögöttük a vörös torony, illetve egy csuklyás alak. Ez a csuklyás alak egyértelmű, hogy férfi, illetve ő befelé megy, a katonák pedig kifelé. Ki lehet ő? Arya, Sandor és Jaime mind a hárman királyvárba tartanak, különböző okokból. Sandor azért megy oda, hogy megölje a bátyját. Jaime feltehetőleg azért megy oda, hogy megölje Cersei-t. Arya. Na most Aryának le kell higgadni. Megölte Walder Freyt, megölte Peter Baelish-t, megölte Bélát, szóval most már nyugodtan leülhet. Így is mérföldekkel többet csinált, mint amennyit kellett volna, tehát ne. Sandor és Gregor harcába nem szólhat bele. Ez az ő kettejük küzdelme. És akkor itt jön a kérdés. Dany, elmondom, hogy mire gondolok. Láthatod, senki sem maga dönti el, hogy végzi. Az ember mozdulhat parancsra, a fiú követheti atyját. De ne feledd, ha királyok mozgatnak is téged, vagy hatalmasok, a lelkedért egyedül te felelsz. Ezek a mondatok, amiket hallottatok, nagyon mély gondolatok. A lelkedért egyedül te felelsz. Magyarul, Dannynek meg kell hozni a döntést. Teljesen mindegy, hogyan dönt, de neki kell dönteni. Tehát nem csinálhatják meg azt, hogy a Targaryen sereg katonái meghalnak, mindeközben jön valaki, aki megöli Cersei-t és hirtelen oké, kész, vége. Nem kell csinálni semmi mást. Tehát ez nem történhet meg. Ha elpusztítja a vörös tornyot és vele együtt a civileket, oké. Ha nem, oké. De ő döntött így, nem pedig valaki más. A mennyei királyságban elhangzott egy másik gondolat is, amit szintén szeretnék veletek megosztani. Rá fogsz jönni, hogyha most megtetted volna a rosszat, azzal tettél volna jót. Én továbbra is azt mondom, hogy ha meg tudja ölni Cersei-t, akkor ölje meg.
Ha már minden karakter idegen önmagához, akkor azt is lehetne mondani, hogy Danny megmentette a civileket. Cersei-től. De sokan meg is haltak. Igen, ez egy háború. A háborúban meghalnak. Valamor Gules. Valamor Gules. Egyértelmű. Minden embernek meg kell halnia. Ez a csuklyás alak feltehetőleg Jaime. De mivel a 8. évadot úgy építették fel, hogy minden váratlan legyen, meg lehet, hogy ő valójában Melegpite. A Clegane testvérek harca kettejükről szól. Nem Arya-ról, meg nem másról, hanem róluk. Cersei-vel kapcsolatban megint csak azt mondom, hogy Arya-nak semmi köze nincs hozzá. Oké, hogy látta az apját meghalni, ez egy dolog. Nedet technikailag nem Cersei fejezte le, hanem Joffrey. Nem mellesleg Cersei meg Varys alkut kötöttek, hogy ha Ned elismeri az árulását, akkor elküldik őt a falra, ahol felöltheti a feketét. Tehát gyakorlatilag Cersei még segített is neki. Ott van Jaime, Sansa, Dany, Tyrion. Kapásból 4 karakter, akiknek mérföldekkel több okuk van arra, hogy megöljék őt. Tehát ismétlem, Arya-nak semmi köze nincs hozzá. Viszont attól még segíthet nekik. Tehát amikor Sirio Forel tanította őt, akkor volt egy időszak, amikor feltérképezte az egész vörös tornyot. Tehát a vörös torony tele van ilyen alagutakkal, amiket Arya mindegy szálig ismer. És tudja, hogy hol vannak. Ezeken az alagutakon el tudnak menni Gregorhoz és Cerseihez. Tehát tegyük fel, Sandor elmehet Gregorhoz, Jaime elmehet Cerseihez, Arya-t meg közbe öljék meg. És kész. Tehát igen. Ez lett volna a 8. évad 5. rész előzetes elemzés. A 2. rész óta ez az első rész, amit várok. Van pár dolog, amiknek mindenképpen meg kell történni, és teljesen mindegy, hogy hogyan történnek meg, de meg kell történjenek. Aztán meglátjuk, hogy a váratlan fordulatok ismételten tönkreteszik, vagy éppenséggel hozzáadnak a történethez. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!